2015. május 14-én este az Utraspert egyik Soroksári úti telephelyén két lövéssel megöltem Komáromi Zsolt rendőrőrnagyot. A tranzakciót az alapítvány vezetőségének félrevezetésével pénzügyi támogatásnak álcáztam, miközben az összeget saját célra használtam fel. Emiatt később a keresztapám Hollós Endre kivégezte Gyurkovics Krisztiánt, és rávet, hogy segítsek neki eltemetni a holttestet. Tetteimet hirtelen felindultság, kamasz lázadás és bosszúvágy motiváltam.